Valami egészen mással foglalkozunk az utolsó órában, talán kissé tőlünk szokatlanul. Mondhatni, hogy komoly dolgokról fogunk beszélgetni. Szendi Gábor a vendégünk, pszichológus. Jó reggelt kívánunk, szia Gábor! Jó reggelt, szia! Köszönjük szépen, hogy eljöttél. És hát ha valaki, mondjuk ismerősen cseng valakinek a neve, én azt gondolom, hogy egyre többen vannak ilyenek, azok pontosan tudják, hogy te egy elég komoly élharcosa vagy, mondjuk annak a fajta álinformációnak, legalábbis szerinted álinformációnak, ami ránk ömlik mondjuk a gyógyszercégektől, a gyógyszerlobbitól, illetve a kitalált betegségekről, amik ugye mondjuk már népbetegségek a 20. században. Mondhatni, hogy ez ellen küzdesz tulajdonképpen, és ez nálad egy ilyen harc. Hát nem ez a célom, nekem az a célom, engem a tudomány érdekel, és a tiszta tudomány, tehát én tulajdonképpen a tudományos igazságokra vagyok kíváncsi. Ennek aztán mellékterméke, hogy az érdekeket sért, és akkor egyszer csak ott találom magam egy harctér közepén, és állítólag én újat húztam a gyógyszeriparral, de hát valójában csak elmondom, hogy mondjuk adott orvostudományi elképzelések azok tévesek. Sajnálod tőlük a profitot, vagy pedig egészségesebb embereket szeretnél magad körül látni? A tudományos igazság érdekel. Ennek a következménye, hogy egészségesebbek lesznek az emberek, én magam is. Hát, hogy sajnálom a profitot, hát nem tudom, ezt tulajdonképpen ez a része nem érdekel. Mert hogy azt szokták mondani, hogy emögött egyértelműen és tisztán csak a profit orientáltság áll, ugye? Így van. Tulajdonképpen igen, a profitorientáltság. Tisztázzuk akkor a dolgot, amiről mi szeretnénk beszélgetni, az, amit te állítasz, vagyis azt mondod, hogy tulajdonképpen itt gyógyszergyárak és a gyógyszerlobbi miatt egyfajta betegség kitalálás és betegség termelés folyik, vagyis olyan betegségeket próbálnak mondjuk emberekre ráruházni, ami valójában nem létezik, ami kitaláció, pontosan ezért, mert emögé mondjuk egy nagyon komoly iparág van épülőben, sőt, mi több, hát már tulajdonképpen ez az iparág, ez ontja is a mérgeket. Ugye erről van szó? Igen. Na, kezdjük akkor a konkrétumokkal, hogy mi mondjuk szerinted a 20. század legnagyobb átvágása? Mi olyan tévhitek vannak szerinted, amiben mi élünk, ami szerint eszünk, táplálkozunk, gyógyszerezzük magunkat, és a legnagyobb blöff és a legnagyobb átvágás szerinted? A push-up melltarton kívül. De ez nem szoros. Az mi a baj? Nézzünk egy-két konkrét példát. Tehát ugye itt ketté kell választani, egyrészt van a pszichiátria, ami önmagában ez nem tudományos ágazat. A pszichiátria az 50-es évektől elkezdte propagálni azt, hogy a mentális zavarok azok tablettákkal gyógyíthatók, és tulajdonképpen kreált egy csomó olyan mentális zavart, ami gyakorlatilag vagy nem létezik, vagy nem olyan gyakori, mint ahogy ők azt állítják. Az orvostudomány szintén bizonyos értelemben megrekedt a fejlődésében, technikailag állandóan fejlődik, de például gyógyszer szempontjából nézzük, akkor az utóbbi években alig-alig jönnek ki új gyógyszerek, ami új gyógyszernek tűnik, az a régieknek a átdolgozása. Viszont a gyógyszeripar, amelyik mindkét ágazat mögött ott áll, és gyakorlatilag, hát mondhatjuk, hogy kivásárolta mind a pszichiátriát, mind az orvostudományt, különösen a pszichiát egyébként, a pszichiátriát, ez őneki viszont állandóan profit növekedés kell. Ebből az következik, hogy elkezdenek normál lelki és élettani jelenségeket betegséggé átdefiniálni, csak így a hasamra ütök a reflux például. Az mi? Hát örülök, hogy nálad még nem állapították meg, de megfogják. Előbb-utóbb lesz. Előbb-utóbb. Van. Igen, ezt régen úgy hívták, hogy gyomorégés. Aha. Gyomorégésre ugye a nagymamám még azt mondta, hogy kisfiam, egy kis kanál szódabikarbóna, és kész. Na most mára ez egy olyan betegség, amit egyesek, már a lakosság 40%-ára feltételezik, hogy fennáll, csak még azok nem mentek el, és nem állapították meg. Estes mindenféle sötét jóslatok, hogy ettől lesz majd nyelőcső, rákja az illetőnek, meg hasonló dolgokkal ijeszgetik. Tehát a medikalizációnak nevezett jelenség az tulajdonképpen arról szól, hogy először átnevezünk egy normál életjelenséget, például premenstruális feszültséget, a mindennapi félelmeket, szorongást, tehát nevezzük pániknak, a premenstruális feszültséget ugye premenstruális szindrómának, a lehangoltságot, rossz kedvet, mondjuk állásvesztés után fellépő természetesen normális kétségbeesést átnevezik depressziónak, és akkor utána elkezdenek riogatni, hogyha te ezt nem kezeled, akkor ez meg ez lesz veled. A depressziósok ugye tudjuk, hogy 30-szor gyakrabban lesznek öngyilkosok. Ez lehet, hogy igaz a nagyon súlyos depresszióra,
De nem igaz arra, aki szerelmi csalódásában, vagy éppen megbukott a vizsgán, és rásütik, hogy depressziós. Tehát itt a probléma ezek a medikalizációval az, hogy parttalanná válnak a diagnózisok. Értem, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy egy nagyon komoly lobby kitalál betegségeket, amiket ránk erőltetnek, elhitetnek velünk, majd pedig gyógyszeres kezeléssel próbálják egy komoly PR hadjárattal elhitetni, hogy ezek segítenek. Igen, de a fő probléma az, hogy nem segítenek, tehát én meg se szólalnék, ha létezne olyan szer, ami mondjuk a rossz kedvet elmulasztja, de csak a rossz kedvet mulasztja el, és nem okoz semmiféle kárt a szervezetben. Ha elvileg létezhetne ilyen gyógyszer, akkor én meg sem mukkannék. De ezek a gyógyszerek nem mulasztják el a rossz kedvet, meg a depressziót, meg a lehangoltságot, hanem mindenféle károkat okoznak, csak épp ezt nem mulasztják el. Hát egy best of koncert azért azt gondolom. Köszönöm, János. Honnan tudod, hogy hol a határvonal magánemberként, ha nincs mögötted megfelelő tanulmány, hol az a határvonal, ahol engem átvernek, és erre az útra kényszerítenek, amelyet te mondtál, te vázoltál most, honnan billen át oda, hogy tényleg gyógykezelésre van szükségem? Ki mondja ezt meg nekem magánemberként? De egyrészt miért gondolod, hogy nincs hozzá képzettségem? Nem, nekem, saját magamnak, nem neked, jaj, jó, nem megváltott. Tehát nekem magánemberként én hogy tudom eldönteni, hogy valóban van szükségem, vagy valóban nincs szükségem a kezelésre? Hát itt tulajdonképpen csak akkor vagy biztonságban, hogyha teljes körül módon informálódsz. Tehát itt pont az a probléma, hogy a gyógyszeripar és a pszichiátria például oly mértékben uralja a médiát, a sajtótól a rádión át a tévéig. Jelen van a gyógyszeripar minden rendelőben, gyógyszer vagy orvoslátogatók ott tücsörögnek, vagy éppen a betegeken átgázolva bemennek, és ugye megismerni őket nyakkendős, kisölt aktatáskás emberkék, hogy gyakorlatilag, ha te tanácsért fordulsz bárhova, akár egy újságban megnézed, hogy na most mi lehet az én bajom, akkor mindenhol abba fogsz ütközni, hogy te depressziós vagy, és ennek a leghatékonyabb kezelési módszere az antidepresszáns. Uh-huh. Na most mondjuk, ha elvetődnél véletlen az én honlapomra, akkor ott olyan meredek dolgokat olvasnál, hogy először azt gondolnád, hogy hát ez a Szendi, ez meghűlt. De aztán esetleg látnád, hogy ott azért azokat nem én találom ki, hanem neves, független tudósok állítják ezeket, akkor esetleg elkezdenél elgondolkodni, és akkor utána meg azt mondanád, hogy de akkor hogy lehet, hogy én bemegyek a pszichiáterhez, és soha nem mondja azt, hogy egyrészt uram, hát menjen haza, pihenje ki magát, nincs magának igazából betegsége, vagy ha egy kicsit súlyosabb állapotban, vagy mondhatná azt is, hogy hát itt egy pszichológus, menjen el hozzá, beszélgessen el vele, majd ő föltárja, hogy milyen kognitív sémái, vagyis hát téves elképzelései vannak a világról. Ha azokat sikerül megváltoztatni, akkor jobban boldogul az életben. Ehelyett ő azt mondja, hogy szedjen be ezt a gyógyszert, mert ugye az neki pénz, nyilván de a gyógyszert. De azt is hozzáteszi, hogy nincs is más módszer. Aha, tehát elhallgatja előled azt, hogy hatékony gyógyszermentes terápiák léteznek. Uh-huh. Tehát vannak alternatív. A TB sem támogatja már ezt szinte, hát papíron támogatja, de azt mondanád, hogy na, elmegyek egy TB alapú pszichoterápiába, akkor onnantól megrekedsz, mert nincs hova elmenni. Tehát az egészségügy is úgy van felépülve, nem véletlen, hogy a pszichológusok azok elmennek magánpraxisba, elmennek reklámpszichológusnak, meg mit tudom én minek, csak éppen a klinikumban nem tudnak dolgozni. Az hogy van, hogy az antidepresszánsok mellékhatásaként beleírják az öngyilkosságot? Mert kénytelenek, mert hogy annyira nyilvánvaló már 2004-ig ellenállt az amerikai gyógyszerhatóság, de addigra már olyan sok adat gyűlt föl, hogy az antidepresszánsok valóban fokozzák az öngyilkosságot, hogy bele kellett írni, és utána ezt követte az összes nemzeti meg az EU gyógyszerhatósága, de azért nem, ugye nem nagy betűkkel és nem fekete keretben van, vagy ha mégis, hát az emberek ezt nem olvassák el és nem veszik komolyan. Márpedig nonsens az, hogy egy olyan gyógyszernek a szedésével, amivel adott esetben az öngyilkosságot akarják elkerülni, pont azt érik el, ami ellen szedni kellene, nem? Igen, na most az én perem például, ez amikor a Magyar Pszichiátriai Társaság beperelt, az pont egy olyan cikkemre vonatkozott, amiben nekimentem annak az embernek, aki írt egy
egy pszichiátereket bátorító tanulmányt, hogy fiúk, nem kell izgulni, az antidepresszánsok nem fokozzák az öngyilkosságot. Na most ez azért is elképesztő volt, mert közben meg már a gyógyszerekbe a kísérő tájékoztatón bele volt írva. Tehát gyakorlatilag kilóg a lóláb, nyilvánvalóvá válik, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság vezetése, annak a vezető szakemberei tagadják azt a kockázatot, ami fönnáll. Most erre lehetne azt mondani, hogy jó, ez még vita tárgya. Na most viszont az a gond, hogyha egy ilyen súlyos mellékhatásnak csak a gyanúja fölmerül, akkor ezt nem tagadni kezdem, hanem azt mondom, hogy amíg nem bizonyosodik be az ellenkezője, járjunk el úgy, mint hogyha ez igaz lenne, hiszen emberéletekről van szó. Beszéljünk egy másik dologról, ami szintén megdöbbentett, amikor készültem erre a beszélgetésre, amit a melanómával és a D-vitaminnal kapcsolatban írsz. Ugye, hogy az embereket most már lassan 50 éve teljesen tudatosan riogatják, hogy ne menjenek napra. Így ne menjenek napra, mert hogy betegek lesznek, hogy bőrrákosok lesznek, kvázi tulajdonképpen kivonják a szervezetükből a D-vitamint. Holott ennek pont az ellenkezője lenne igaz. Hogy van ez? Kezdjük a D-vitamin felől. Tehát már a 40-es években felfigyeltek arra egy amerikai kutató, hogy északon háromszor gyakoribb a mellrák, mint délen, mármint Amerikában. Aztán a 80-as években indult be egy nagyszabású kutatás, ami mai napig tart, és most már burjánoznak a vizsgálatok és tanulmányok, amik azt bizonyítják, hogy a D-vitamin hiány a rák egyik legfőbb oka. Tehát a prostatarák, mellrák, vastagbélrák, ezek egészen szigorúan összefüggnek a D-vitamin hiánnyal, ezen kívül még 10 másik. Na most, ugye a 30 évvel ezelőtt körülbelül kisütötték, hogy kilukadt az ózon réteg, és Ausztráliában megnőtt a melanomások száma. Az utóbbi évek vizsgálatai azt mutatják, hogy nem a napsütés és nem a UV-sugárzás okozza a melanomát. A leégéssel azzal kapcsolatban van, tehát ha valaki élete során 10-szer súlyosan leég, annak megnő a kockázata a melanomára, de egyébként a nap véd a melanomával szemben. Itt arról van szó, a tudományban ez egy mindennapos jelenség, hogy felállítanak egy hipotézist, annak hívei lesznek, ezek a hívek végül magas állásba jutnak, elkötelezik magukat az elmélet mellett. Ezt most csak azért mondom, mert itt mondjuk a melanoma ügyben a gyógyszeripar nem sokat kavar. Melanoma ellenes gyógyszer nincsen meg, stb. Tehát ez még nem nagy üzlet. Itt arról van szó, hogy a közegészségügy gyakorlatilag mondhatnám, hogy mérgezi a lakosságot, mert olyan tévhiteket terjeszt, amik 30 éve vagy 20 éve megdőltek. Tehát, hogyha mondjuk én mondjuk valamilyen rákban szenvednék, és napra mennék, bár legyen szó mondjuk egy bőrrákról, és azt a PR-t nyomják, hogy ne napozzunk és ne menjünk napra, akkor nagyobb az esélye, hogy meggyógyulok, mintha mondjuk óvnám magam a napsütéstől? Ezt most még egyszer lesz. Hogyha én mondjuk rákban szenvedek, és én napra megyek, akkor kvázi a hatás az, hogy én esélyesebben tudnék meggyógyulni, annak ellenére, hogy azt nyomják, hogy ne menjünk napra. Így van. Melanómásokat vizsgáltak, 500 melanómást megvizsgáltak, így visszamenőleg, és kiderült, hogy azok, akik a diagnózis felállítása után tovább napoztak, azok nagyobb eséllyel élték túl a betegséget. De ha egy nagyon egyszerű, csak megnézed a melanoma statisztikát, azt fogod látni, hogy az északi országokban 3-4-szer gyakoribb a melanoma, mint a déli országokban. Hát pont fordítva kéne lennie, nem? Igen, csak akkor ezzel, amit mondasz, Gábor, ezzel valami olyan megdöbbentő dolog kezd itt körvonalazódni, hogy tulajdonképpen egy teljesen tudatos beteggé válásnak a résztvevői vagyunk azért, hogy bizonyos érdekörök ezzel jól járjanak. Nem törődve azzal, hogy emberek százai, ezrei vagy milliói halnak meg, hogy ők ebből profitot csináljanak, találnak ki betegségeket azért, hogy tulajdonképpen profit legyen, és vagyunk mi elárasztva tévinformációkkal? Például a melanoma esetében nem ennyire erről van szó, itt inkább arról van szó, hogy a tudományos hipotéziseknek van egyfajta tehetetlensége. Tehát ha egyszer valami berágta magát mondjuk a közegészségügy vezetőinek a fejébe, az már csak velük együtt fog kihalni. Tehát meg kell nézni az átlag életkorát a közegészségügynek, és meg tudjuk mondani, hogy ez a tévhiedelem hány évig lesz még minden évben bemondva ezerszer a rádióba. Tegnap voltam bőrgyógyászaton, a bőrgyógyász
fölmondta nekem megint a leckét, hogy vigyázni kell, mert a napsugárzás. Nem ez rögzít, igen, persze. Halál jó indulattal. Tehát ő ezt tanulta, ő ezt tekinti tudásnak, tudománynak. A probléma az, hogyha az orvosoknak lenne ideje, meg mondjuk tudnának angolul, meg sok egyéb feltétel teljesülni, és olvasnák a legújabb szakirodalmat, akkor hátos dobnának, és azt mondják, hogy hát úristen, hát eddig teljesen ellentétes dolgokat mondtunk. De hát akkor itt kell, hogy legyen egyfajta hamisítás is, egyfajta olyan hamisítás, hogy mondjuk tudósok azt mondják, hogy ők kiadnak egy-egy tanulmányt annak érdekében, hogy több gyógyszert lehessen eladni. Tehát akkor te ezzel azt állítod, hogy itt vannak olyan tudósok mondjuk, akik mondjuk tévhiteket adnak el saját publicisztikaként. Érted, hogy mit mondom? Igen, de ez inkább az mondjuk az antidepresszánsokra, a koleszerincsöket. Mindenkinek abszolút vásárolható szerintem. Na de várjál, van egy tudós, aki arra teszi fel az életét, hogy ő tudós legyen, ő kutasson, majd jön egy gyógyszeripar, és azt mondja, hogy publikáld ezt a tanulmányt, amit én pénzelek, hamisítsál, hazudjál, te mint tudós, és kapsz ezért X pénzt, és ő ezt megteszi? Ez egy létező megteszi dolog? Ez egy létező dolog, ez bizonyított dolog. Ennél kényelmesebb a dolog, neki nem is kell semmit csinálni, hanem ő híressé válik, és utána megírják helyette a tanulmányt, tehát a gyógyszercégnek a reklámcége megírja, azt olyan tudományosan írja meg, hogy azt egy szakmai lektor se fogja kiszúrni, hogy nem létező dolgokról szól, és akkor azt mondják neki, hogy figyelj öreg, te már annyira híres, hogy te érsz nekünk 5000 dollárt. Adod a neved? Hát persze, hogy adom. És akkor még vesznek egy 3000-est is, meg egy 1000-est is, és akkor egy díszes kompánia szerepel a cikken, mint szerzőcsapat. Ez hitelesíti a cikket benyomják egy neves szaklapba, és mindenki úgy idézi, mintha igaz volna. Nézd, hát te is elvállaltad annak idején a Balázs Showt, érted? Ugyan. Na jó, de hát nem, igen. Tulajdonképpen akkor itt megélhetési tudósok alapjaira és cikkeire hivatkozva kezdünk mi el mondjuk egy gyógyszert szedni? Pontosan. Például csak elmesélek egy történetet. Egy antidepresszáns esetén egy bírósági per kapcsán egy David Healy nevű kutató, aki nagy kritikus az antidepresszánsoknak, a bírósági papírra bemeltett a gyógyszeripar archívumába. És ott előszedte az utóbbi évek cikkeit, amit annak az antidepresszánsnak a propagálására írtak szaklapoknak. 100 cikkből 50-en az szerepelt, hogy szerző később meghatározandó. Ezt az 50 cikket a reklámcég írta, és ezek után megnézte David Healy azt is, hogy ebből a 100 cikkből mi jelent meg. Mindegyik megjelent, de az 50 cikk olyan nagy neves lapokban jelent meg, hogy 6-szor gyakrabban idézték. Tehát az idézettség a tudományban azt jelenti, hát ez az ismertség, hogy hányan hivatkoznak rá. Na most, hogy a hamisított cikkekre 6-szor gyakrabban hivatkoztak, hát ez egy tragédia. Ez döbbenet. Jó, nagyon-nagyon fontos az, hogy adjál valamilyen tanácsot, hogy mi egyszerű hétköznapi halandók, akik nem rendelkezünk tudományos fokozattal, nem vagyunk gyógyszerészek, nem vagyunk pszichológusok, hogyan védekezhetünk az ellen, hogy félreinformáljanak bennünket, vagy adott esetben olyan gyógyszert szedjünk be a vélt vagy valós betegségünkre, ami nem hogy nem használ, hanem árt. Hogy védekezhetünk? Hát én tulajdonképpen azon dolgozok, hogy ezek az információk hozzáférhetők legyenek. Én azt gondolom, hogy tehát én senkit soha meggyőzni nem is akarok, csak azt szeretném, hogy elérhető legyen az információ. Tehát például ezt a pánik könyvet, amit ide tettem, ezt ugye most jelent meg nyáron. Ez pont arról szól, ez nem egy vádirat, ez nem egy mocskolódás, ez egy tudományos könyv, ami arról szól, hogy kimutatom a kutatási adatok alapján, hogy a gyógyszerek pánikban nem hatnak. A pánik az nem betegség. Az egy természetes jelenség, egy evolúciósan kialakult félelmi reakció, ráadásul két típus, amiről a pszichiátria aztán már végképp nem is hallott, hogy itt ő kever össze most dolgokat, és le van írva a könyvnek a fele arról szól, hogy mit csináljon az ember, hogyan tudja kezelni, hogyan keletkezik tulajdonképpen a szorongás, a pánik roham, és ő mit tud kezdeni azzal, hogy elmúljon. Uh-huh. Ez egy olyan, ez most egy lehetőség ugye mindenkinek, tehát Gábor, csak bocsánat, hogy közben szólok, azt, hogy kérdezem meg, hogy azok a kutatások, amikre te hivatkozol, azok mennyivel hitelesebb kutatások, mint akik mondjuk akikről azt mondod, hogy ők mondjuk kapnak 5000 dollárt azért, hogy ezt publikálják. Tehát, hogy hogyan tudok én neked hinni, ha akarok, és hogyan tudok nem nekik hinni. Mennyivel hitelesebb mondjuk ez? Mondok egy egyszerű példát. Az egyik neves nyugtató, csak nem mondom a nevet, de a könyvbe le van írva. Megköszönjük. Persze nem akarunk pereket. Annak idején
80-as években, amikor ezt a nyugtatót kidolgozták, akkor indítottak egy nagy vizsgálatot, hogy igazolják, hogy ez a pánikban hatásos. És a vizsgálat akkora kudarcba fulladt, hogy menet közben leállították a vizsgálatot, mert olyan becsületes kutatók voltak, akik azért kérték föl őket, mert a nevük hitelesítette volna a kutatást, ők viszont kezdték azt kihozni, hogy ezek az emberek rosszabb állapotba kerülnek a nyugtató hatására, mint egyébként. Fogadjuk, hogy 2 hét múlva lett egy olyan orvoscsoport, aki megcsinálta újra, és nekik bejött. Na hát világos, meg részeredményeket szoktat, tehát a könyvben írom azt a példát, hogyha a rudugról vagy, és levered a rudat, akkor, vagy azt a lécet, akkor nem azt kell közölni, hogy levertem a lécet, hanem az előtte levő legmagasabb pontot még beírod, hogy én 5 métert ugrottam, az igaz, hogy a léc 550-en volt. Igen, az már nem sikerült, de az 5 métert azt lehet publikálni. Igen. Igen. Közben minket hallgatnak orvosok is egyébként, egy onkológus szakorvos telefonált be, hogy szeretne kérdéseket föltenni, mert hogy állítása szerint neki kinyílt a bicska a zsebében. Ilyen konfrontációt válasz, bekapcsolhatjuk? Én szeretném, ha beszélnél vele, csak hát, akkor egy füles tegyél föl egy pillanatra, jó? Csak nekem nincsen bicskám itt. Igen, Horváth Béla itt van a vonalban, haló. Szép jó napot, Horváth Béla vagyok. Na jó reggel. Én nem hallom. Itt ott tud Gábor egy kis hangot adni. Piros. Nem? Segítünk itt közben. Doktor úr, arra... Nem, az a légkondi. Arra kérjük, hogy próbáljunk meg úgy beszélni egymással erről a témáról, hogy nyilván orvosi szakkifejezésekkel tudnának vagdalkozni, hogy ezt mi is megértsük átlag emberek. Jó? Úgyhogy hallgatjuk a felvetését. Abszolút, először is szeretettel köszöntöm a Gábort, aki nekem egyetemen tanárom volt. Na tessék. Nem, biztos nem emlékszik rám, nem, mert ezért sokan voltunk diákok, de ilyen módon itt szeretettel köszöntöm itt elsősorban. És a melanoma témához szeretnék hozzászólni, mint melanomával foglalkozó szakorvos. És három hely volt Bécsben a 7. melanoma világkongresszus, ahol nagyon sokat foglalkoztak a D-vitaminnal, napozással kapcsolatban. És amiben teljesen igaza van a Gábornak az, hogy a krónikus napfény ártalom, tehát az, hogy az embernek a bőrét nagyon sok nap éri, ez valóban a statisztikákban csökkenti a melanoma előfordulást. Tehát ez egy teljesen igaz dolog, amit a Gábor mond, de egy dolgot nagyon-nagyon komolyan szeretnék kihangsúlyozni, hogy ha olyat mondunk, hogy az emberek, pláne aki melanómás, napra menjen, vagy az emberek menjenek napra, hogyha nem akarnak melanómát, ez egy sajnos egy óriási, egy katasztrofális hatású kijelentés lehet, ugyanis teljesen egyértelmű, hogy mind a napozás, mind a szolárium, tehát mind az UVA, mind az UVB a melanoma előfordulásához, a kialakulásához vezet. Tehát ez tudományos bizonyított tény, tehát ezzel nem lehet vitatkozni. Na most akkor ez ellenmond annak, amit az elején mondott. Hogy aki krónikusan napon van, annak csökken. Ez a statisztikáknak az érdekessége. Tehát a leégések száma az növeli a melanómát. De elhangzott ez a világkongresszuson, hogy a krónikus napfény ártalom, tehát ha valaki sokat van a napon, az meg csökkent, és ezt egyféleképpen tudom magyarázni ezt a dolgot, az, hogy aki megteheti, hogy sokat van a napon, annak olyan a bőrtípusa, hogy ezt megteheti. És az északi országokban pont azért nagyon magas a melanóma előfordulás, mert az északi emberek genetikailag, tehát adottságilag szőkék, kékszeműek, fehérbőrűek, és ráadásul a skandináv országok, meg Svájc, ahol a melanóma előfordulása a legmagasabb Európában, ők olyan anyagi jólétben élnek ezek az emberek, hogy megtehetik, hogy Majorkára, Krétára, ilyen nyaraló szigetekre utazzanak, ahol rákvörösre égetik magukat 2 hét alatt. És ez a szakmai nyelven intermittáló fényexpozíció, tehát amikor nagyon rövid idő alatt nagyon sok UV éri az emberi bőrt, ez az, ami a melanóma szempontjából a legsúlyosabb. És valóban, akinek folyamatosan barna a bőre, tehát az a paraszt bácsi, aki egész nap a földön van, annak viszont tényleg a melanoma rizikója kisebb. Hát érdekes felvetés. Érdekes, ez a nyilván a másik oldal, persze, hát ezt is meghallgatjuk, mi nagyon szívesen. És a D-vitaminról kapcsolatban pedig egyértelműen szintén a statisztikát hivatkozva mondhatom, hogy ahhoz, hogy az embernek a normális napi D-vitamin szükséglete meglegyen, ahhoz 10 perc, elegendő úgy a napon, hogy csak az arcunk, meg az alkarjaink látszanak ki. Tehát magyarul, hogyha elmegyek a boltba bevásárolni, úgy, hogy teljesen föl vagyok öltözve, ennyi fény elég ahhoz, hogy a D-vitamin megtermelődjön. Oké, okay, értettük. Jó, elmondtam most a szakirodalom egyik felét, de hát most én meg nyilván a másik felét olvasom, majd másik felét is, de most szerintem nem érdemes ezt itt tovább folytatni. Nyilván ebből a hallgatók itt arról van szó, hogy... Igen.
Hogy? Persze, hogy itt folynak viták. Akkor csak egy záró mondatot akkor engedjetek meg. Annyi, hogy tehát én nagyon-nagyon veszélyesnek tartom azt, hogy bármilyen médiumban, rádióban, tévében elhangozzék az, hogy az emberek napozzanak. De itt Szendi Gábor nem mondta azt, hogy feküdjünk ki a déli napra mesztelenül, tehát hogy... Nem erről volt szó. Kedves kollega, én meg azt tartom nagyon veszélyesnek, amikor monopolizáljuk az információt, és azt mondjuk, hogy senki nem menjen napozni, csak elég, hogyha átmegy két épület közt, és majd annyi idő alatt neki lesz annyi vitaminja. Ez egy tévedés, ez ugyanúgy megtévesztő. Tehát én azt gondolom, hogy nem kéne monopolizálni semmilyen állítást. Az emberek döntsék el, hogy melyiket mi a kockázata. Köszönjük szépen, hogy telefonált, hogy nekünk menni kell tovább, mert van még. Egyébként meg a Gábor nyilván minden egyes mondatnak és szónak vállalja az ódiumát, hiszen többször volt ő már per alatt, és hát igazából itt voltak ilyen irányú történések, tehát ő pontosan tudja, hogy mit mond, és vállalja a következményeket. De köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Beszéljünk egy másik mítoszról, amit szerintem szintén nagyon-nagyon érdekes, az például vagy a koleszterin, vagy mondjuk a show mítosz az egy érthetőbb dolog szerintem. Hogy ott is ugye kommunikálnak bizonyos dolgokat. Nem is az biztos, most én nem akarom a gyógyszeriparra fogni, mert nem erről van szó, csak vannak bizonyos népi hiedelmek 50-60-100 éve, amit mondjuk ebben az irányban kommunikálnak. Mi ezzel a helyzet? A sóval vagy? Igen, a sóval most. Hát a sóval az a helyzet, hogy ahogy az egyenlítőtől északra haladunk, egyre csökken a só visszatartó génnek az aktivitása. Ez azt jelenti, hogy északra haladva egyre kevésbé fontos az, hogy az emberek korlátozzák a sófogyasztásukat. A korlátozó sófogyasztás az rendkívül komoly kockázatokat jelent. Itt arról van szó, hogy valóban például Magyarországon is az emberek 5-10%-a sóérzékeny, tehát nem mindegy, hogy két nagy kanála leszi a sót vagy nem, de a többi 90% viszont üríti a sót, alkalmazkodik a szervezet a sóbevitelhez. Ebből az következik, hogy az olyan általános tanácsok, hogy ez olyan, mintha lenne Magyarországon 5%, aki allergiás valamire, és akkor az egész lakosságnak azt tanácsolnánk, hogy akkor kerülje ezt a valamit. 5% miatt. Én azt gondolom, hogy azt az 5%-ot kell megtalálni, aki sóérzékeny, és neki azt mondani, hogy neki jó lenne, ha csökkenteni a sóbevitelt, nem pedig minden magas vérnyomásban szenvedő embernek rögtön azzal kezdeni, hogy csökkentse le a sóbevitelét, mert ez komoly szívritmuszavarokat meg egyebeket okoz. Tehát sóhiányhoz vezet. Tehát te azt állítod, hogy például, amit kommunikálnak, vagy amit hallunk, hogy ha erős sósan esszük az ételeket, akkor mondjuk az okoz bizonyos hatásokat, ez mondjuk hazugság, és a magas vérnyomás és a só az nincs összefüggésben, ez egy tévhit. Így van. Így van. És nagyon... állna érdekében kitalálni? Vagy miért? Hogy azok az emberektől megvonjuk a sót, hogy utána szívbetegek legyenek, és gyógyszert vegyenek? Mert ez nekem már egy ilyen nagyon... Nem, itt megint arról van szó, hogy az orosz tudományi elméleteknek van egy tehetetlensége. Ja, értem, ezek bekerültek tankönyvekbe, emberek tanszékeket vezetnek ezen elméletek nevében. Ezek után ők nem fogják visszavonni, mert holnap olvasnak egy tanulmányt, ami arról szól, hogy ez az egész hülyeség. Hát igen, te nyersz inkább pereket, vagy vesztesz, ha mondjuk egy gyógyszercég, vagy egy gyógyszeripar téged beterel, vagy mondjuk a pszichiáterek, mert gondolom, hogy azért ők is megtaláltak már, mondtál róluk olyanokat. Igen, hát ez egy formálisan vesztes per volt a részemről, de amúgy meg nyertem, mert nem sikerült engem eltaposni. Tehát 30 millió kárigénnyel indított a Magyar Pszichiátertársaság. Ezt aztán szégyenlősen visszavonták, ők is már rájöttek, hogy öngolt lőtek, mert hát ez nyilvánvalóvá tette egy magánembert 30 millióra beperelni, az azt jelenti, hogy egyszerre meg akarjuk semmisíteni. És akkor utána ők azt mondták, hogy ők csak az erkölcsi győzelemre hajtanak. Hát erkölcsi győzelem se volt, mert én azt gondolom, hogy amiket állítanak abban a általam megtámadott cikkben, az dehonestálja őket. Tehát az... Jó, Gábor, beszélgetünk még egy... Gábor, beszélgessünk még kicsit arról, amit Jani is kérdezett, igen, hogy egyrészről hogy tud akkor az ember igazságot tenni, aközött, amit te mondasz, aközött, amit mondjuk reklámokból hallunk, ennek a műsornak nem az a célja, hogy bármelyik oldalra is eldöntse ezt a beszélgetést, mindenki vívja le a saját harcát, azt gondolom, és minden egyes fogyasztó döntse el, hogy neked hisz, a cégeknek hisz, a gyógyszereknek hisz, ez mindenkinek a saját döntése. Csak mégis az eligazodásban, hogy tud egy ehhez nem értő ember feltenni kérdéseket. Itt vannak például a vitaminok. Egyrészt azt halljuk, hogy szedjünk minél többet, adagoljuk túl. Másrészt azt mondjuk, hogy vagy azt halljuk, hogy ne szedjünk túl sokat, mert az ugyanúgy káros, mintha nem szednénk vitamint. Annyi információ, annyi dolog, hogy ebből már ember nincs, aki igazodik, és valóban egészséges tud lenni. Te mit tanácsolsz?
Hát én azt gondolom, hogy az úgynevezett napi ajánlott adag, az nagyon alacsonyan van megállapítva. Ez ellen számos tudományos érvet föl lehet hozni, de hát ezt itt most ugye nem lehet elmondani, mert rengeteg lenne. Hát én nagyon sajnálom az átlag embert, aki ugye laikusként kapkodja a fejét ide vagy oda, és nem tudja, hogy hogy döntsön. Sajnos azt tudom csak mondani, hogy nyilván egyik oldal sem meggyőző, mert mindegyik oldal tudományra hivatkozik. Hát a valóságban természetesen van igazság, van tudományos igazság, mert vannak független kutatások, és vannak pénzelt kutatások. Tehát a vitamin kutatásban is azt látni, hogy elképesztő technikákkal érik el azt, hogy vizsgálatokban kihozzák, hogy á, nem, az E-vitamin, a C-vitamin meg hasonlók nem hatnak. Ezekben a vizsgálatokban vagy hatástalan anyagot használnak, vagy olyan kis mennyiségben, hogy aztán persze, hogy az jön ki, hogy nem hat. Rengeteg olyan vizsgálaton, ami igazolja az ellentétét. Most nyilván arról van szó, hogy aki elköteleződött valamilyen elmélet mellett, az szelektíve azokat fogja idézni. Mondjuk, ha engem nézünk, akkor én nekem tulajdonképpen semmi érdekem nem fűződik ahhoz, hogy ezt vagy azt állítsam. Én például ezt le is írtam egy cikkemben, 30 évig kidobtam a tojás sárgáját, mert én annyira hittem a koleszterin mitoszban, én már csak így mondom, hogy azt hittem, hogy védem az egészséget. Három mondatban össze tudjuk foglalni, hogy mi ez, hogy ne legyen hosszú, mert sajnos nincs sok időnk, csak hogy mi ez a koleszterin mitosz? Ami a koleszterin mitosz attól mitosz, hogy a koleszterin szintet azt a szervezet maga állítja be, a táplálkozás gyakorlatilag nem befolyásolja a koleszterin szintet, és a koleszterin nem igazán ez a fő probléma az infarktus és az érelmeszesedés szempontjából. Hát abban biztos vagyok, hogy most orvosok hallgatnak, ők a szívükhöz kapnak és letérdelnek. Ebben biztos ebben vagyok. Ebben van egy paradoxon, ezt azt hiszem pont tőled olvastam, hogy ugye az északi népek, például az eszkimók, az inuitok, akiknek a táplálkozásában 98% a hús, azoknak a koleszterin mérgezésben kellett van megdögleni 5000 éve. Érted? De az egész népnek úgy, ahogy van, nem? Nem jól mondom? Most készülök egy könyvet írni, bele fogom írni azokat a vizsgálatokat. A természeti népek kb. 230-at megvizsgáltak. Ugye a természeti népek a kőkori ember táplálkozását mutatják ma is, vagy úgy táplálkoznak, és az ő táplálékuknak 70%-a állati zsír és fehérje, és 30% zöldség. És ő nekik, náluk ismeretlen a szívbetegség, ugyanúgy, mint az eszkimóknál, ismeretlen a multiple szklerózis, ismeretlen a rák. Most mindez azt jelenti, hogy itt egy olyan paradoxonnal állunk szembe, hogy a zsír és a hús az nem emeli a koleszterin szintet. Az igazi probléma a nyugati világban a szénhidrát, a kenyér. Tehát ugye ez a táplálék piramisunknak a masszív alapját képezi, hogy sok gabonafélét kell fogyasztani, mondják a táplálkozás tudósok. Valójában ez okozza a szívbetegséget, ez okozza az érelmeszesedést. Jézusom, hát akkor innen most indulna még csak a műsor, hogy akkor a teljes kérlési dolgok, a műzlik, hogy hát hogy ezt ez hallja. Mind kamu. Ez mind kamu. Mind kamu. Tehát te azt állított, Gábor, teljesen szembe menve, hogy a húsételek azok nem kamuk, és az jó, de a növényi ételek, a teljes kiörlésű gabona, a műzli, azok tesznek minket beteggé. Igen, ennek ez nagyon egyszerű. A magyarázat 10 000 éve fogyaszt az ember gabonát, és 6 millió éve tart az evolúció, az ember evolúciója. Uh-huh. Tehát egyszerűen genetikailag nem vagyunk fölkészülve ekkora szénhidrát terhelésre. Erről van szó, ilyen egyszerű. Tehát szénhidrátot lehet fogyasztani, csak az legyen zöldség, gyümölcs, tehát lassan felszívódó formájú. Tehát ha én teljes kiérlősű magvakat eszem, akkor én azzal mérgezem a szervezetem? Az csak egy fokkal jobb, de ugyanúgy mérgezed, mert az ugyanolyan gyorsan felszívódó. Kicsit lassabban szívódik föl nyilván, mint a finomított liszt, de mellette pedig a rostanyagok a mikrotápanyagokat magukhoz kötik és kiviszik a szervezetedből. Tehát hát ember legyen a talpán, aki egészségesen akar élni. De komolyan. Én nagyon régóta hiszek a csülkös pacalban. De komolyan, tényleg. Szóval Gábor olyan döbbenetes dolgokat mond, az egyrészt azt gondolom, hogy nyilván meg kell majd hallgatnunk a másik oldalt, sőt egy olyan beszélgetés is nagyon érdekes lenne, hogy ti mondjuk egymással szemben ülve tudtok beszélgetni. Kicsit talán szakmai lenne, és nem annyira hallgatóbarát, de engem nagyon érdekelne, de hogy
itt tegyen valaki igazságot, és próbáljon meg úgy élni, hogy minél tovább éljen, miközben te jössz, és azt mondod, hogy együnk húst, és nem számít a koleszterin, mert nem ettől nő. Valaki azt mondja, hogy a teljes kiördésű dolgok milyen egészségesek, és mindenhol ezt halljuk, aminek te a teljes ellenkezőjét állítod. Ez döbbenet. Döbbenet, mert nem tud az ember egész egyszerűen mihez nyúlni. És nem tudja, hogy miért most... higgyen neked, és miért ne nekik, vagy miért ne nekik, és miért neked, Gábor. Szóval, hogy... Figyelj, ez egy olyan dolog, hogy a végén kimarad életben. Ez a tétés, ez a kérdés. Ezért nagyon ám 8-3 éves, és húst húsra leszik, tehát, hogy... Oké, na látod, akkor... De eszik mellé műzlit is minden reggel, tehát, hogy jó, akkor hát, most... De erre mondanám, műzlit. Húsos műzlit eszik. Mi mindent kivír az ember, de a lakosság 10%-a cukorbeteg. Na miért? Tehát a cukorbetegség ismeretlen a természeti népeknél. És miért cukorbeteg? A szénhidrát terhelés miatt. Tehát ez egyszerűen nem erre van kitalálva az ember. És akkor még ugye szó sem esett azokról a finom kis hidrogénezett növényi zsírokról, amiket kilószámra tömünk magunkba, és hát azon pedig ugye hát olyan, talán jól mondom, enzimek vannak, amit meg nem tud lebontani a szervezet. Nem, olyan zsírsavak. Olyan zsírsavak, igen. Gyönyörű történet. Gyönyörű történet. Gábor, szeretnénk még téged meghívni, sajnos nekünk most erre nincs több időnk, de nagyon izgalmas dolgokat mondtál. Mindezt úgy, hogy akkor viszont hívunk valakit, aki ennek pontosan az ellenkezőjét tudja majd mondani, megcáfol téged minden mondatban, és akkor nagyon kíváncsi vagyok. Nem azért, mert hogy kételkedem arra, amit mondasz, hanem mert nyilván ez úgy jó, hogy ül itt valaki, mondjuk a másik oldalról, aha, és ti ketten egymással meg tudjátok ezt beszélni. Mi nem. Meg csodálkozunk, aztán valamibe jól lebetegszünk. Nem biztos, hogy ezt vállalom. Megmondom miért, mert ezek mindig partalan vitákhoz vezetnek. Na de várjál, Gábor, az viszont az durva, hogy te mondjuk most állítasz valamit, és ha ide jön valaki, aki ennek az ellenkezőjét állítja, akkor azt te nem vállalod. Hát az... Vállalom, csak most ha csak én azt mondom, hogy igen, ő meg azt mondja, hogy nem, én meg azt mondom megint, hogy igen, ő meg azt mondja, hogy nem. Hát közétek állunk, fight, és én persze, nyilván. Több egyszer mondhatja el az ő igenjét, vagy nemét, annak van igaza. Igen. Tehát, hát én itt érvek. Az a probléma, hogy nem, én azt látom, hogy itt sokkal nagyobb, súlyos érdekekről van szó ahhoz, hogy én itt valakit meg tudnék győzni, vagy cáfolni. Tehát itt akkor kezdhetném előhúzogatni a szakirodalmat, és onnantól a hallgató az mit csinál, kikapcsolja a rádiót, szóval... Jó, Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál, Szendi Gábort hallottuk, nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondtál, ez az egyik oldal, ugye tegyük hozzá, azért ezt mindenféleképpen fontos. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, köszönöm, velünk pedig...